Van egy ilyen sematikus, statikus kép az emberek fejében arról, hogy aki szegénységben él, az ilyen igazából sok esetben ő tehet róla, hisz nem tesz meg bizonyos dolgokat, de egyébként nagy munka van a mögött, hogy egy olyan alapszintet fenntartsanak ezek a háztartások és családok, akik alapvetően az alatt az idő alatt, hogyha nem a közszolgáltatás hiányosságait pótolnák, akkor más dolgokat is tudnának tenni. Nekünk volt itt egy nagyon nagy problémánk múlt év májusában, amikor a nagy hőség kellős közepén a vízügyi szolgáltatók kikapcsolt 48 családnál vizet. Nyugodtan ki merem mondani, szerintem ez egy országos probléma. A város legtöbb területén vagy el vannak zárva a kutak, vagy hogyha nincsenek elzárva a kutak, akkor rossz minőségű víz folyik belőle, de ugye ez leginkább a mély szegénységben, illetve a szegregátumokban élők mindennapjait nehezíti meg. De pontosan azért, mert hogy így a város többségében kevésbé érinti az embereket ez a probléma, ezért az önkormányzat, illetve a helyi városvezetés megteheti azt, hogy ne foglalkozzon ezzel a problémával. Nagyon sok esetben, az esetek többségében ez egy kirekesztési mechanizmus, amiben akár benne van a helyi önkormányzat, a többségi társadalomnak a jóváhagyásával, vagy hallgatólagos jóváhagyásával, és sokszor ez nem is tudatosodik a helyi önkormányzatban. Ahol a vízminőség is, meg a vízhozzáférés is nagy kérdés, ezek a volt ipari, nagyipari és bányászvárosoknak a munkáskolóniái, ahol félkomfortos vagy alacsony komfortfokozatú lakásokban. Mára már nem a hajdani gyáraknak meg üzemeknek a munkásai, hanem az oda kiszoruló szegényebb társadalmi rétegek élnek. Tehát nem feltétlenül ez egy akár 100 éve meglévő probléma, hanem az elmúlt évtizedekben ez fokozódott, és nem került bele se a statisztikákba, se vagy nem láthatóan került bele. Ez a vízhozzáférés azért is egy ilyen láthatatlan kérdés, mert a vízzel való viszonyunk mondjuk egy háztartási munka elvégzésében az egy láthatatlan munka. Ez egy iszonyatosan időigényes és fizikai megterheléssel járó munkakör. Mondjuk egy anyukának az életéből ugye több rosszát elvesz. Több anyukát is láttunk már így, hogy az egyik karján van a gyerek, a másik karában, a kezében pedig ugye viszi a vizet. És így magának a háztartásnak a jövedelme is nagy mértékben csökken ezáltal, sokkal nagyobb mértékben, mint mondjuk egy olyan háztartásnál, ahol egyébként a háztartási munkát a házban lévő csatornás vízről meg lehet oldani. Amíg eljut oda a jellemzően nő vízhordó, különböző akadályokba kell ütköznie, és nem is egyenes úton tud oda menni, mivel akár lehet csatorna, az utak mentén kell mennie, nem tud a magánkerteken átmenni. De például télen ezek a kutak rendszeresen befagynak, ezeket ilyenkor különböző módszerekkel melegítik föl, illetve sok helyen próbál ezzel az önkormányzat vagy a vízszolgáltató valamit kezdeni, de ezek ilyen sufni-tuning megoldások. Sok esetben. Nyakigérő sárban, vízben, hóban, ugye mire elbotorkál az ember egy vödör vízért, meg az, hogy ugye maga a sötétben többen ki sem mernek menni még vízért sem.
többek elmondása alapján, illetve ezt így mi is láttuk, így gyakran változik, és akkor így az átlátszótól az egészen sötét színűig különböző időszakokban különbözőképpen néz ki, illetve a helyiek elmondása alapján gyakran van az, hogy helyi emberek jönnek, és valamilyen fehér port szórnak a kútba, ami véleményünk szerint valamilyen fertőtlenítő vagy tisztító szer lehet, de így igazából pontos információnk nincs erről, de ez is mutatja azt, hogy igazából a városvezetés vagy az a felügyelőszerv, aki a vízzel foglalkozik, így tudatában van a problémának, de mégsem olyan szintű probléma megoldást alkalmaz, ami hosszú távon segíteni ezt a helyzetet. A mostani helyzet az kiemelkedően kimutatja ennek a problémának a mélységét, mert ugyanis amikor próbál mindenki távolságot tartani, akkor egy közkút egy ilyen helyzetben nem nyújt nagy segítséget. Tehát ennek ellenére az embereknek oda kell járnia, vizet kell hordania, próbáljon meg valaki úgy kezet mosni folyóvíznél előírás szerint, hogy közben nyomja a kutat, és mindenben megtartja azt az előírt idősíkot. A fertőzés veszély kockázata volt nagyobb. Alapvetően a módszerek, a víz hozzáférési lehetőségek nem változtak emiatt. Úgy tudom, hogy egy-két helyen volt erre kifejezetten valami fajta reakció, de ott már egyébként egy korábbi problémára való reakció volt ez alatt az időszak alatt. Nagyon sokan azt tudják, hogy kell mondjuk egy telefonos tárgyalást folytatni, akár egy ANTS-szel, vagy egy-egy önkormányzattal. Kéne ez egy olyan apparátus, egy olyan csoport, aki erre tényleg alkalmas, és végig tudnánk akár az összes megyét térképezni. Ez a víz hozzáférés kérdése az civil szektori szinten se túl népszerű. Egy pár helyi szervezet, kis aktivista csoport foglalkozik ezzel. Az, hogy ez a szemléletet lássa az egész társadalom, meg ezeket a gyakorlatokat, és ezzel össztársadalmi szinten elkezdünk foglalkozni. Ez nem csak egy altruista, másik emberhez való odafordulás miatt fontos, hanem a későbbi, akár a klímaváltozásra, vagy más változásokra való felkészülés miatt is össztársadalmilag is fontos. Nem vagyunk annyira messze attól, hogy mi is ilyen körülményekbe kényszerülhessünk, akár csak átmenetileg.